Az iskola gyermekkara nyitotta meg azt az átadó ünnepséget, mely arra hivatott, hogy hálát adjanak és megszenteljék azt a kondiparkot, amely a továbbiakban esélyt teremt a diákoknak arra, hogy a test és a szellem egyként fejlődhessen és formálódhasson. Nyíregyházi Egyházmegye, görögkatolikus egyházmegye igyekszik minden egyes intézményében a gyermekek számára biztosítani azt, hogy a tanulmányaik mellett itt az általános iskolában a testi fejlődésük is biztosítva legyen, ahogy szokás mondani, ugye épp testben, épp lélek. Ez a kondipark is azt a célt szolgálja, hogy akár a testnevelés órán, akár óraközi szünetekben, vagy azt követően is a gyerekek ki tudjanak szabadulni a zárt falak közül, és itt akkor a testi fejlődésüket, egy kis kikapcsolódást, szórakozást és lehetőséget kapjanak. Nyíregyházi Egyházmegyének tényleg kiemelten fontos az, hogy a gyermekek teljes körűen lelkük és testük egyaránt fejlődni tudjon. A testi rész persze nem azt jelenti, hogy a lélek az hátrányt szenvedne, hiszen a testnek a fejlesztése, az épp testnek a megléte, az alapvetően szükséges ahhoz, hogy a gyerekek lélekben is tudjanak növekedni. Az intézmény néhány éve indította el az általános iskolai képzést. Az idejáró diákok száma meghaladja a 600 főt. A viszonylag kicsi tornaterem szűkösen tudja kiszolgálni teljes egészében az osztályok testnevelés óráit, így sürgető volt hasznos és gazdaságos megoldást találni. A statikus eszközökön számos izomerősítő gyakorlat végezhető. A gyerekek mindennapjaihoz nagyon sokat tesz hozzá, hiszen szünetekbe kijöhetnek ide a focipályára, illetve most már a kondiparkba is mozogni. Rendkívül fontos ez a gyerekek számára, hiszen már a felső tagozatosok is 6-7 órát töltenek az iskolapadban naponta. A testnevelés óráink megtartását is nagyban segíti, színesíti, gazdagítja, hiszen 13 féle különböző mozgásformát valósíthatnak meg a gépeken a gyerekek. Természetesen mindannyiszor pedagógus felügyelete mellett értem ezt mind a szünet idejére, mind pedig a testnevelés órákra. Szabad levegőn vannak, mozognak, kikapcsolódnak, rendkívül fontos a testi és lelki egészségük szempontjából egyaránt. A beruházás 12,5 millió forint értékű és iskolai költségvetésből valósult meg a fenntartó nyíregyházi görögkatolikus egyházmegye jóvoltából.